A bajnoki tabella harmadik helyén álló Budapest Honvéd sajtótájékoztatón jelentette be, hogy másfél éves szerződést kötött a tunéziai válogatott Enis Ben Hatirával. Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, boldog vagyok, hogy a Honvédba igazolhattam. Ez a legjobb dolog, ami eddig életemben történhetett velem. Csak arra fogok koncentrálni, hogy minden erőmmel a csapatot segítsem olyan futballal, amit az emberek látni szeretnek. A 30 éves támadó középpályásnak tavaly május óta nincs csapata, így adódik a kérdés, hogy vajon milyen fizikai állapotban van. Köszönöm, nagyon jól vagyok, teljesen alkalmas állapotban a játékra. Korábban ugye a Bundesligában játszottam, most teszteltek, és jók voltak az eredményeim, ráadásul a játékengedélyem is rendben van. De még biztosan hozzá kell szoknom a csapattársaimhoz és a tempóhoz. Még azt tenném csak hozzá, hogy szokásos terheléses vizsgálatot megtartott a csapat, és Anesnek az eredményei olyanok, vagy jobbak, mint a csapat jelenleg játszó játékosai. Nagyon jó eredmények voltak, nem csak egy játékosnak, aki kihagyott egy periódust, hanem általában akármilyen játékos, szóval jók volt az eredmények. Ben Hatirának volt az edzője a Hertában Dárdai Pál, de játszott együtt a Bundesligában Huszti Szabolcsal és Kleinheisler Lászlóval is. Vajon kikérte a véleményüket, mielőtt a Honvédba igazolt? Nem beszéltem egyikükkel sem, mert a Honvédnak remek nemzetközi híre van, és ez alapján döntöttem. Saját magamnak alakítottam ki a képet a csapatról. Beszéltem olyan emberekkel, akiknek adok a véleményére, és ez alapján döntöttem el, hogy számomra ez a megfelelő hely. Én mind a pozitív, mind a negatív dolgokat saját magam szeretem átélni, és ez alapján dönteni a folytatásról, így volt ez most is. Kicsit megfordítva a kérdést, Subka Attila vezetőedzőnél arról érdeklődtünk, megkérdezte a játékos múltjáról Dárdai Pált. Nem tudom Dárdai Pálnál, de egy olyan kollégánál érdeklődtem, aki ugyanúgy kapcsolatban volt, mint a Palival. Természetesen nálunk nagyon fontos az, hogy valaki emberileg is megfeleljen az öltözőben, ne legyen romboló személyiség. Még nagyon információkat kaptam róla, ami alapján azt mondtuk, hogy beérik a csapatba. Ugye volt egy információról, ami kenyértöréssel szövezetett a Dárdai Pálnál, vagy pontosabban a PSC-nél. Ez iránt is érdeklődtünk, az a dolog is sem igazán úgy történt egészen, ahogy az le lett kommunikálva. Én úgy gondolom, hogy mind a két fél hibás volt abban a történetben, viszont az eddigi tapasztalatok alapján úgy gondolom, hogy maximálisan be fog tudni illeszkedni a csapatba és az öltözőbe, és ami nagyon-nagyon fontos. Előjött kérdésként az is, hogy a bizonyos kenyértörés miatt, vagyis amikor egy csapattársával való összeszólalkozás miatt kellett a Hertából távoznia, haragszik-e Dárdaira? Nem haragszom Dárdai Pálra, nagyon régóta ismerjük egymást, 16 éves korom óta. Amikor a Hertánál volt edzőm, sok időt töltöttünk együtt, aztán megsérültem. Ő már egy családapa, akit nagyon jól ismerek, ismerem a gyerekeit is, és nagyon sok sikert és szerencsét kívánok neki. Ben Hatira, főleg hamburgi időszakában, sok nagy sztárral játszott együtt, azt is elárulta nekünk, hogy ki volt közülük a legjobb futballista. Hamburg war damals ein anderer Verein, als es heute ist. Van Nistelrooynak gyilkos gól összene volt, de a legjobb játékos, akivel valaha együtt játszottam, az Zé Roberto.